Újabb oltás lett kötelező hazánkban, a varicella, vagyis a bárányhimlő elleni oltást szeptembertől kell beadatni a kisgyermekeknek. Az orvosok üdvözölték a lépést a Nemzeti Népegészségügyi Központ statisztikája szerint, ugyanis tavaly 24 ezer bárányhimlős fertőzést jelentettek. A témát illetően vendégem a stúdióban, dr. Újhelyi János Gyermekgyógyász főorvos, köszöntöm. Ez Fontos döntés ez, ugye? Mi előzte ezt meg, hogy végül is kötelezővé tették? A gyermekorvosa minden napi gyakorlatban tapasztalja, hogy a kiütéses fertőző betegségek közül a leggyakoribb a bárányhimlő, és mint ilyen egyáltalán nem egy veszélytelen betegség. Jó lehet tudjuk, hogy mi is átestünk azon, és a 50-es évek nagy gyerek populációja, hát ugye, is átvészelte valahogy, sőt, ugye tudjuk az, hogy a szülők össze bújtatták, összefektették a kis gyermekeket azért, hogy hamarabb átessen a család. De egyrészt azért, mert ez a vírus is változékony, és úgynevezett vadvírusok is feltőzhetnek a bárányhimlő során, másrészt pedig vannak olyan gyermekek, akik fogékonyabbak, vagy több vírust kapnak, vagy társult betegségük miatt, nagyon nagyon súlyos lefolyású is lehet, és minden bizonyal az állam végig gondolta azt, hogy a, mi a szerencsésebb, ugye megvédünk egy populációt a súlyos szövődményektől, meg a munkaidő kieséstől a szülők részéről, vagy pedig engedjük tovább, hogy ez tovább ö, így alakuljon, ahogy eddig. Tehát meggyőződésem, hogy mindig a megelőzés szándéka a legszerencsésebb, és ez egyrészt gazdaságilag is, meg emberileg is, humánus szempontból is egyértelmű, hogy ez a legszerencsésebb. 98 óta van olyan oltóanyag Magyarországon forgalomba, amit mi már adtunk, meg adunk sokat is a gyermekorvosok, de ezek úgynevezett fakultatív oltások, amelyek nem is olyan olcsók, pillanatjára körülbelül 20 ezer forintba kerül egy-két oltás. Sorozat. Ezt vállalta át, nagy örömünkre az állam, és most vezette be azt, hogy el is indul ez a program. Nyilván ezt ki kell, hogy írják egy tendert, beszerezték az oltóanyagot, és nagy örömünkre most már ebbe a hónapba, az augusztusba születettek, 2018. augusztusba születettek, tehát akik most 13 hónaposak, elindul az oltás. Ez egy felmenő rendszerű oltás, tehát mindenki tudja, hogy valójában az fogja meg, megkapni, aki, aki eléri a 13. hónapját, és a többi gyermek, aki nagyobbak, ezt nem tudják megkapni, ez továbbra is a szülő kompetenciája lesz. Említette, hogy 1998-tól elérhető Magyarországon is ez a védőoltás, hát akkor 21 évnyi tapasztalatról mindenképpen be tudunk számolni. Ezek a tapasztalatok mit mutatnak? Tehát teljes védettséget nyújt ez a védőoltás, illetve a szülők részéről, hogy Elképzelhetően, hogy csak anyagi megfontolások miatt nem választották a, a gyermekeik számára? Meggyőződésem, hogy ez az utóbbi igaz, mert én is ezer számra adtam ilyen oltóanyagot, korábban egy vakcina volt forgalomba, ezeket úgy tudnánk mondani, hogy élő legyengített kórokozók, amelyek úgy le vannak gyengítve, hogy komoly betegséget nem is tudnak okozni. A legtöbb esetben 90 százalék felett semmilyen reakció nem volt. Egy oltóanyag is egy kezdetben úgy tűnt, hogy elegendő a védelemhez, aztán nehány éve elteltével, illetve az utóbbi években egyértelműen Vált, hogy nem elegendő egy vakcina, hanem kettő kell a teljes védelemhez, és valójában ezzel a két oltással tökéletes védelmet lehetett biztosítani, és az én tapasztalatom az, hogy, hogy tökéletes eredményt ért el az, aki beadatta, és örülhet neki, és valójában oltási reakció a nullával legyen értékű. Statisztikailag kihoznak egy-egy fázat, kiütést, kellemetlen tünetek, de ezeket összesen lehet vetni a betegséggel magával, és ezért az én tapasztalatom is, de meggyőződésem, hogy a szülők tapasztalata is az, hogy, hogy igazán jó volt, hogy megkapták időben ezt az oltást. Mi a nemzetközi gyakorlat, hogyha egy kicsit körbe tudunk nézni, mely országokban kötelező ez a védőoltás esetleg, vagy mi ebből a szempontból is picit sajátosan gondolkodunk itt Magyarországon? Igen. Én nem tudok olyan országról, ami ezt kötelezővé tette volna, sőt, az a tapasztalatom, illetve tudom ezt, hogy még olyan oltóanyagok vonatkozásában sem kötelező, ami. Csodálkozunk, hogy hogy ez nincs meg. Például nyugati országokba a nyugati országokban a kanyaró e, elleni védőoltás nem kötelező, és ugye ezrek betegednek meg, meghalnak is meg, sokan ebbe a betegségbe. Tehát én nem tudok kötelező oltásról, biztos vagyok benne, hogy ott is tudják azt, hogy mint lehetőség megvan ez az oltóanyag. A mi részünkről pedig Magyarország kiváló gyakorlata az, hogy a kötelező oltásoknak a, a az átoltottsága az gyakorlatilag 98 os tehát itt gyakorlatilag azok, amik kötelezőek, 100 osan le vannak védve az emberek, és ilyen oltásoknak van értelme szerintem minden országba, és Magyarország évtizedek óta világviszonylatban élen jár az átoltottság vonatkozásban, tehát ez volt a legokosabb döntés, hogy a bárányhimlőt is kötelezővé tegyék. Vannak nálunk is fakultatív oltások, vagyis választható, Meggyőződésem, hogy nem azért választható, mert az nem olyan jó oltás, hanem ez egy anyagi kérdés az államnak is, meg ennek a megszervezése. Tehát örülünk ennek a kötelező jellegnek, és most beindul, és senkinek semmi kétsége ne legyen afelől, hogy itt bármilyen kellemetlenség adódhat, mert ezt régóta csináljuk, régóta adjuk, és nincsen semmi kóros következménye. A beszélgetés vége felé muszáj kitérnünk a bárányhimlő elleni védőoltás mellett, a HPV elleni védőoltásra is, mint témára, és ugye eddig leginkább lányokkal hozták összefüggésbe ezt a típusú védőoltást, pedig gondolni kell a, a fiatal fiúkra is. Ez így van, és már gondoltak is erre, mert már az állam illetékes szervei már megpendítették, sőt be is jelentették, hogy szándékuk van a fiatal embereknek az oltását is bevezetni. Tudnilik a, a HPV oltást összekötötték ez idáig a, a, nőknek a mély elleni védelmével, holott azt is egy humán papillóban vírus is idézi elő, más tényező is, de ez a humán papillomavírus, aminek vannak onkogén, vagyis rákkeltő hát, fajtái, azok minnyájunkat érinti, mondok itt a férfiaknál a garat gégerákot, a végbé, a vélrendszeri rákos megbetegedéseket, és ha most arra gondolunk, hogy a sok ezer ilyen típusú betegség, ha a fiúkat időbe levédjük, kiesik, akkor itt is szó se kerül a költséghaszon problémája. Tehát mi ezt várjuk, hogy itt ez ne csak egy bejelentés legyen, hanem induljon el az a folyamat, ami a tender kiírás, a forrás megjelölés, és aztán, hogy, hogy ezeket a hetedikes legényeket is beolcsuk, mert ennek is nagyon nagy értelme van. És akkor a legvégül azt mondjuk meg, hogy ezen védőoltás esetében, tehát egyelőre a szülők kérik ugye a gyerekeik számára. Úgy van, tehát ez olyan fakultatív oltás, amit az állam ingyen biztosít, és a szülőknek a hozzájárulása kell, hogy ezt megkapják. Itt megint azt mondom, hogy a magyarországi gyakorlatban megint ez szerencsés helyzet adódik, hogy nagyon sokan kérik, de itt kicsit halkan megjegyzem, hogy ez még javítható, mert a lányoknak adott védőoltás az átoltosság körülbelül 80 os azért ez javítható, egy olyan oltás, ami egy, egy halálos kort váltana ki. Én szerintem megfelelő propagandával ez javítható, és még azt se tartom kizártnak, hogy ez is átkerül majd a kötelező oltások rendjébe. ha köszönöm szépen a beszélgetést!